Az első kapás. Meg is érkezett a jobbos botra. Szépen mozgatja a spiccet. Na, megvan. Megvan, igen. Hát nem tűnik túl nagynak, de valószínű, hogy pont lesz, szépen védekezik. Most hallottam éppen a hírt, hogy a tegnapi nap telepítettek ilyen másfél-két kilósokat a tóba, úgyhogy lehet, hogy ezeknek a ilyen nagyobb pontyoknak most egy időre búcsút lehet mondani, mert ezek a kicsik most mindent föl fognak venni. És hogyha tegnap telepítettek, itt általában mellettem szoktak beállni a kocsival, meg a tónak ott a felső részén van még szintén egy beálló. És itt is van, szerintem ez már a tegnapi telepítés lehet. De jó, hogy tudtam előtte horgászni. Egy-két napot sikerült fogni szebbeket. Most egy darabig ez lesz szerintem. Bár ez nem éppen másfél kilós méret. Hát ez inkább egy tenyeres. Amivel fogtam nagyobb kárászt. Hát veszem a kisebb szákot, behozom a kocsiból, mert ez a nagy, ez teljesen fölösleges így. Hát a mai nap első hala. Azért bízok benne, hogy sikerül majd ennél nagyobbat is fogni. Hát is vissza. Jobbos tengeri vissza folyamatosan, szépen lassan, ott meg is van. Na, jónak tűnik, hát hogy pont lesz, de nem túl nagy, így elsőre azt mondom. Úgy átveszem itt alatta, kis zsinort kap, de kis amúr, úgy látom. Szuper. Az év első amúrját sikerült megfogni. Ő is elsábult a kis bojlira. Na gyere csak, na csináld a műsort. Bizony. Látszik, ez nem méretfüggő náluk. Az igen. És mehet is vissza. Na. Nem akarod mutatni magad? Szuper. Az év első amúrja innen Tószegről. Biztos vagyok benne, hogy lesz még itt több is majd idén. Vannak benne nagyon szép példányok, fogtak már 17 kilósat. Na innen a csónakból vissza is engedem. Kés ugrott a kezembe. Nagyon virgonc volt. Hoppa. Jó, balos botot engedi vissza. Megvan. Aha. Ez is point lesz. De nem túl nagy. De nem rossz méret ez azért. De úgy látom, hogy ez is ez a
valószínű mostani telepítésből. Van, hát ellepték az etetést. Na, belerököm itt a roppolott a vízbe. Hát ellették a vetetésemet ezek a frissen telepített kis pontyok. Mindegy, majd szétszélednek később. Szerintem nem lesznek így ennyire jelen egy helyen. És hát a mai pecán ő lesz az utolsó hal. Na, milyen kis virgonc lett. Lejárt a horgászatra szánt időm. Na, erre csak. Meg is van. Szuper. Szinte ugyanolyan méretű, mint az első kis potyka volt. Na jó, van, lefújjam a sebét. Jó lesz, jó lesz. Na. Apám, de virgonc vagy. Na, mehet is vissza, hogy ússzal. Ezzel zárom is akkor a mai horgászatot. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!